Üdvözlök mindenkit ismét nagy szeretettel, ez itt a Kotor végigjátszásának soron következő epizódja. Az utolsó részben ott hagytam ugye abban, hogy felkutattuk a romokat a Dantooine-on, és kiderült, hogy egy bizonyos Starforge-ot kereshettek Revan és Malak, amihez ott találtak egy ilyen csillagtérképet, pontosabban annak csak egy részét. A csillagtérképen felismertünk pár bolygót, és úgy néz ki, hogy összefüggésben áll ez az egész ugye a Starforge-al, valószínűleg ahhoz fog elvezetni. Úgyhogy most visszajöttünk, hogy a tanácsnak beszámoljunk arról, hogy mit is találtunk. És mindjárt ott is vagyok. Szia tanács! Ah, visszatértél, ifjú Padawan. Felfedezted, hogy Revan és Malak mit keresett ott a romokban? Találtunk egy, hát nem teljes csillagtérképet, és valamiféle Starforge-ot. Ezek a hírek nyugtalanítóak. Tennünk kell valamit, de nem szabad elkapkodnunk. Meg kell tárgyalnunk ezeket a híreket. Az archívumban meg kell nézni, hogy megemlítik ezt a Starforge-ot. Meg kell tudnunk, hogy mit akart ugye Lord Revan és Malak. Térjük vissza a hajóra, aztán majd hivatalomba, bla. Jöttek is. Padawan, jó munkát végeztél a felfedezéssel, megtaláltam azt a rejtett térképet, de ennél többet kell tennünk, hogy csatában legyőzhessük ugye őket, vagyis többet annál, hogy csatában legyőzzük őket. Elnézett ugye az archívumokban, hogy miféle Starforge lehet ez, de nem igazán vezetett eredményre. De a tanácsokban egyetért, hogy a Starforge-ot meg kell találnunk. Revan és Malak ezt keresték, vagy hát nem tudom, mikor ugye trágikus nézőtökbe rohantak, blablabla. Négy bolygót mutatott nekem a térkép, de az nem teljes, nem mutatta meg a helyét magának a Starforge-nak. Valószínűleg ilyen térképek lehetnek a többi bolygón is, mint amit itt találtunk. Mindegy térkép egy kis darabkája lehet ennek a nagyobb kirakós játéknak. Találjál meg ugye a csillagtérképet a Kashyykon, Tatooine-on, Manannon és a Corribanon, és elvileg ez majd elvezet engem a Starforge-hoz. Oké, készen vagyok, hogy a levesem a tanácsok adatának. Jedik száma ugye megcsappant sajnos a utolsó, ugye ez a háború miatt ugye. Aztán a Malakék ügyei is, meg a Sith bérgyakosok is tettek az ügyért. Illetve, hogyha egy csapat Jedivel küldenek, az elég feltűnő lenne. Talán azonnal kudarcra ítélnék a küldetést. Tehát egyedül kell végigcsinálnom ezt. Ja, a titkolózás ugye az, ami legjobb védelem lehet a szitek ellen, de tudják, hogy egyedül ezt nem leszek képes így sem végrehajtani, úgyhogy Bastia velem tart, majd az erős kötelék közöttünk majd segíthet, és ő az lett a kulcs ahhoz, hogy felderítsük a rejtét, de márról. Giovanni is szintén velem fog tartani. Giovanni majdnem elbukott a sötét oldalon. Talán majd az ő jelenet emlékeztet arra, milyen veszély fenyeget rám az utamon. Vannak mások is, akiket szeretnék, hogyha velem jönnének. Esetleg lehetne egy ilyet, hogy nagyon jó Bastila, meg egy macskönő. Valakit rám akartok még sózni, de nem leszek szemét, valamelyik az elsőnél. Persze, akik segítettek Tarisson adott, majd velem tartanak. Az ő képességet is majd hasznosítanám a követés során. De emlékezzek ugye a diszkrécióra, a titoktartásra. Nem tudom majd titokba tartani, hogy Jedi vagyok, és hát nem is kellene. Nem tudom, hogy ott mindegy, igen. Ugye bármikor visszatérhetsz, egy menedéket, egy biztos helyet találsz itt, ellátmányt akár, támogatást, meg bármit, valóban. Oké, számíthatok rám. Nem fogok elbukni. Indulj, amikor csak gondolod, de minél annál jobb. Minél tovább vársz, jobban erősödik Malak. De az első figyelmeztetés, sötét oldal fenyegetése, csávítása sának nehéz ellenállni. És attól tart ez a küldetés, ugye engem is azon arra az utat terel, ami sajnos Revan és Malak is, ugye, amire letértek. A galaxis sorsa kezemben van, imádkozzak majd értem. Az erő legyen velem. Oké, köszi szépen srácok!
Úgyis untam már a Dantooine-t, úgyhogy húzzunk innen. Na, erre kell visszafele menni, ugye? Minden igaz. Mondd el erre valami, Bastia. Szeretnél valamit kérdezni? Igen, honnan tudtad? Első, ezt nem egészen tudom lefolytani, úgyhogy az arcod kb. Nem tudom, ilyen grimaszban volt, mint valami nem tudom micsoda, vagy fogalmam nincs, hogy mire gondol, mi ez. Nos, folyamatosan engem bámulsz, talán olyan is mit látsz, amit tetszik. Kis szerényen odavethetném. Ha csak nem értem ezt félre, a harmadik pedig hát csak egy erős tipp volt, abból ahogy néztél. Legyen a második, cukoljuk egy kicsit. Te vagy a legarrogánsabb fiszkó, akivel találkoztam. És nem is lehettél komoly, hiszen nyilvánvalóan nem bámultalak. Gyere vagyok, emlékszel? Sokkal jobban képzett ahhoz, hogy csak ilyen átlagos jelekkel elárulja a szándékát. A gondolataim rejtettek maradnak, bármit is érzek irántad, vagyis bármit is érzek, vagy gondolok rólad, vagyis amit gondolok rólad. Kicsit összezavarodott, úgy látom. Első válaszom lehetne, hogy aranyos vagy, amikor zavarban vagy. Második, vannak érzéseid irántam. Nem is tudom, melyik lenne a jobb válasz. Legyen csak az első, talán a második lenne túl. Túlságosan is. Kezdjük meg a másodikra, vannak érzéseid irántam. Nagyon jól tudod, hogy miről beszélek. Arról beszélek, hogy a tanács is a kötelékre köztünk, arra gondolok. Beálltunk egymás elmébe, érezzük, amit a másik érez. Egy padawannak ugye nagyon erős tréninget kell kapnia, meg kell tanulni uralkodni az érzésein és a sötét impulzusokon, ami sokszor évekig tart. És hogy ilyen erős vagyok az erőben, és ilyen kevés tréninget kaptam, ugye ez súlyos következményekkel járhat számomra és a többiek számára is. Az első válaszom, mit gondolsz, mit kéne tennem? Második, nem hiszem, hogy szükség van arra, hogy uralkodjak az érzelmeimen. Harmadik pedig, majd figyelmeztetsz akkor, hogyha valami rosszat készülök tenni. Egy, nem tudom, pislantás kb. A sötét oldal, kettő a jó. Jól értettem. Hát nem akarok ennyire szarkasztikus lenni, úgyhogy azt nem mondom azért. Mégis mi gondolsz, mit kell tennem el az első válasz? Nem hiszem, hogy sok mindent tehetnénk, ha dolgok máskor lennének, több éves tréninget javasolnék egy mester alatt, de attól tart, hogy ez nem lehetséges most. Szerencsére eddig elég jó neuronok mutattam, és remélhetőleg az jövőben is megtartom azt a jó erényemet. Ellen kell állnunk a sötét oldalnak, ez amilyen harcolunk. És hogy ez duplán érvényes rám, így, hogy ilyen erős, természetes fogékonyságom van az erőre. Meg fogom próbálni, miért van annyira zaklatott, vagy nem kell, hogy ezzel zaklas kb. Miért van annyira zaklatott? Sajnálom, hogyha így jött le, de kicsit aggódom, érted és a missziónkért, ez minden. Minden, bármi, amit valamelyikünk is tesz, hatás lesz a másikra, bármiféle megvonatlanviselkedés részemről, kihathat ő rá is. Első, nem fog tenni semmit, ami árthat neked. Második, a közoda visszaműködik, nem? Te is segíthetsz, hogy erős maradjak. Harmadik, tehát csak magadért aggódsz. Legyen a második, a közoda visszaműködik, ugye? Igen, ez igaz. A legjobbat teszem, hogy támogassak, de nem vagyok mester, még nem. És néha pedig már, nem tudom, erőmet többnek érzi, vagy nem értettem egészen mindegy. Ugye az erő, amit kaphat az emberet, áldás magátok is. Amikor szükségem van egy kis tanácsra, vezetésre, támogatásra, bármire, akkor legjobb
képességei szerint fog nekem segíteni a fény útján. Az első, azt nagyon becsülöm, köszönöm, stb. Második, nem inném, hogy egy kockázat jelentenék a misszióra, hogy köszönöm kell a segítséget, kösz az nincs, de mindegy. Hát köszönjük meg, igen. Remélem, hogy meg lesz a bölcsesség, hogy átadhasson engem a sötét időkön, de most térjünk vissza a misszióhoz. Oké, hoppá. Fele van, egy szóra szabad. Van a plekák arról, hogy mostanában találkoztam egy tanáccsal. Azt beszélik, hogy egy misszióra küldenek, hogy segítsem őket Malak és a szitek ellen. Még az ajtón se értem ki, már is itt plekák odnak, nagyon jó. Titoktartás ugye nagyon fontos, mint mondták a tanácsban. Jól sikerült a titoktartás. Nem tudom, ki volt az a plekkafészek. Biztos Bastila volt az, és úgy meg itt hátul, na jó, nem? Honnan tudod, hogy küldetése küldt a tanács? Második, nem hiszem, hogy a tanács azt akarna nyíltan erről beszéljek. Harmadik, a beszélgetésem a tanáccsal nem rá tartoznak. Legyen a második, ez a közepes, hogy nem hiszem, hogy erről nyíltan beszélnem kéne. Nyilván azt, amit tud, azt már tudja. Kérlek, értsd meg, nem azt kérem, hogy bármit is tárjál fel, hogy veszélyes ez a köztársaság rendjét. Ha is bízott meg a tanács, az rá tartozik, nem rám. Ebben egyetértünk, ezt már csak én teszem hozzá. Igen, azért nyelveken tovább tart. Mondani mondjam már gyerünk. Csak sok sikert akart kell kívánni, hogy valami ilyesmi, akkor figyelmeztessen, legyek óvatos, nagyon sok gonosz lény van, meg veszély, nem csak a szitek, ahogy szolgálják a sötét oldalt. Hát még kik, mi lehet veszélyesebb a szitek? Miről beszélsz? Ki tudok magamra vigyázni. Miről beszélsz? Rekmester tanította őt, mint krónikás, és tanulmány során találkozott bizonyos meséről egy ilyen sötét oldali szörnyről, ami tiszta gonoszságból áll kb. Érdekesen. Így a körül. A legrosszabb ezek között pedig a Terentatek, egy szörny, ami az erő által átjárt emberek vérével táplálkozik. Évszázadok alatt nagyon sok Jedi esett áldozatául az ő kb. Oltatlan éjségének, vagy nem tudom én éjségének. Mit olyan veszélyes ez lény? Az első. Második, nehezen tudnám elérni, hogy egy ilyen vadállat fenyegetés jelent a Jedire. Miért mondod ezt nekem? Miért mondod ezt nekem? A normális töredékat fejezted be a tréningedet, nagyon erős benned az erő jelenléte is, és attól félke egy jó célpont lehetni az ilyen lényeknek. Ez egy ragadozó, Jedi pedig a préda. Nagyon erős vagy, nem, ők nagyon erősek ezek a lények, meg kitartó, bla bla. És a született ellenállásuk van az erő ellen, hoppá. Nyilván azt gondolják, hogy a szitek szólították rá Galaxisra, ezt jól láttam, hogy valami ilyesmi. Szerencsére elég ritka, csak a legsötétebb, legdurvább helyeken élnek meg, és 40 éve nem láttak egyet sem. Akkor talán kihaltak. Nem az első, hogy időszak úgy tűnik, hogy ugye eltűntek egy időre. Azt mondják sokan, hogy elvileg ilyen téli álomban merülnek, nem tudom, mivel évekig, aztán csak akkor ébrednek fel és vadásznak, hogyha a sötét oldalon megerősödött. Attól fel, hogy Malak felemelkedése felébresztette őket ebbe a bizonyos téli álomból, és ha a szitekkel elbántunk, akkor nem lepődj meg, ha a tanács egy ilyen nagy vadászot rendezne, hogy kiírtsa őket. Köszönöm a figyelmeztetést, óvatos leszek. Utolsó figyelmeztetés, Padawan, ne besüld el a Terentateket, vagy micsoda, Terentateket. Ha itt teszel, úgy járatok, mint sokan mások a nagy vadászat során, akik eltűntek. Oké, köszönjük szépen a kis bestiáriumot, amiben kaptunk itt most egy bejegyzést. Bastila, mondd-e még valamit, azt még nem próbáltam meg. Igen, itt van egy mentésem, ami most ilyen furcsa dolgok látszódnak, ezt itt senki nem látta. Ez az előző felvétel lett volna, ami, mint kiderült, nem sikerült, úgyhogy most félig már ismerősen kell, hogy kicsit újra átvegyem itt a dolgokat, sajnos ez van. A technikai ördög ismét kibabrált velem. Segíthetek-e? Nem mond semmi, csak a régi szöveget, úgyhogy ennyi. Úgyhogy menjünk az űrhajóra. Elvileg itt végeztünk. Nagyon jó. Nem rossz oldom, mondd-e valami sztorit. Tudunk adni a personal sztorival. Azon gondoltam, hogy van-e még ilyen háborús történeted. Akarsz egy másik sztorit? Akarsz hallani néhány világról?
Aminek hát kb. Annyira tudtam, hogy ilyen ez a típus vagy kb. Oké. Az én kis köztársaságom sosem látott olyan furcsa lényeket meg fajokat, amikkel ők a külső gyűrűkben harcoltak ezekben az években. És most már nem is fogsz kb. Ilyeneket megismerni, mire gondolsz ezzel. Ezt nem tudom, értem, hogy a világ nem elég erős megvédje magát, akkor meg kb. Annyi, vagy nem tudom. Egy asztalid a mezőn hatottak át a Crispy rendszerben, a Galaxy szélén, kaózokkal és csempészekkel körülbelül, akit ott találtak. Sok kisebb sziklából áll a fagyott metángáz, meg nem tudom, mik voltak ott érdekes. Ilyen hőgenerátort használtak, hogy felmelegítsük a külső rétegét a szolidáknak, és hogy kb. Elpárlogjon, vagy nem tudom, mi csinálna a gáz onnan belőlük, de volt egy kis tévedés. Miért? Mi történt? Visszafelesült el? Hát a Mandalorian-ek sosem voltak túl okosak, a Team Mandalorian-ek. Miért mi történt? Az aszteroid, amit céloztak, kisebb volt, mint a többi. Úgy nézett ki az egyik felről, mint hogyha olyan nem a többi, de hát nem az az igazság. És volt benne valami inaktív a hidegben, és ez a hő, amit ugye rákulták, az felébresztette ezt a dolgot. Amikor eltalálták, valamiféle fény villant, meg valami hőt bocsátott ki. Valamiféle sziklás képződőnek tűnt, ami volt alatta, vagy ami volt, nem tudom. És hogy valami még régebbi lehetett benne, mint ez a képződő, nem tudom, hogy aszteroida? Talán nem. Elkezdett forogni, gyorsabban, ahogy figyelték. Egy másperc után elkezdett tüzet kilövelni. Aztán hősugarat, ami leolvasztotta kb. A páncéljukat. Mielőtt ellentámadásba rendettek volna, egy iszonyatos sebességgel elmenekült. Egy hajó? Nem tudtuk elfogni, de elkövettük a hiperűrön keresztül. Követtük a nyomait, amíg bírtuk. Kifele a galaxisból, amikor elérték a galaxis szélét, akkor kell, hogy felhagytak vele. És hogy bármi, ami ugye kb. Meg akarod semmisül meg kinyíratni akarja magát, az nem ér meg annyit, hogy kövessék. Nem tudom, mi volt még a vége, de valami, amit tudni akarok. Hát egyelőre... Könnyedjét neki gyártva a cuccot és stimulásokat, pakolj fel vele. Ha többet már nem ad, akkor ennyi. Mesélsz-e még sztorit, Kendrew Zordo barátunk? Van-e még ilyen sztorit? Nincs csak ilyen furcsa, mint amit tudod elmeséltem, de van egy néhány rólam, és azok valamit tettem. Egy harcban, az altirok világában, az egység legyőzött egy tízszer erősebb altiri egységet, és ezt szerezte meg számára a dicsőséget a klánján belül. Meséld el a sztorit. 5 napig tartották vissza az erőiket, nem tudtak támadni sem meg semmi, az volt a feladat, hogy áttörje, és megzavarja őket egy hamis támadással, elvonja a figyelmüket, és hogy az a tényleg, hogy elvonják a figyelmüket, aztán amikor oda összpontosítanak, akkor egy másik 6 testre hárman támadják őket kb. Aha, és működött? Vagy hat talán ki nyertetek? Vagy ezek az alterik nem tűnnek túl intelligensnek? Működött? Nem úgy mondtak a dolgok, ahogy tervezték. Látott egy nyitást, vagy egy rést ugye a sorokban, egy tévedést, amit vétettek. Ketté vált a fősöregük, és középen egy támadási helyet hagytak, úgyhogy az erőikkel ott vannak középre koncentráltak és támadtak. Első válasz, nagy harcos voltál, Kendrews. Második, megtagadtad a parancsot. Harmadik, mit tettek? Nagyon az, megtagadtad a parancsot. Ez egy olyan esély, mint egy harcos egyszer-kétszer kap meg csak az életben. Ez megváltoztathatja a történelmet. Egyetlen ilyen cselekedet. Nem tudtak elég gyors ragán lassú hajójukkal, másodpercig alatt elkapták a flottájukat. Élvezett ott figyelni, ahogy a túlélők ugye elmenekültek, még szétszóródtak.
They were shredded by the winds or crashed into rocks or destroyed by sokan ugye bezuhantak, meg ők sem is tették meg őket, miközben üldözték menekülőket, stb. Az igazi harc, hogy nem menekül a csatából akkor sem, hogyha vesztésre áll, hanem a végéig harcol. Talán máskor mesél a köztársasággal vívott háborúról is, hogy harcokról, de most egyelőre ennyi. Oké, köszönjük szépen. Valami sztorid. Csak mesél erről a virágról, több ilyen stimulás meg nem ad, úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen. Van-e valami upgrade-elni való? Igen, most Giovanninak is itt van a kardja. Milyen az enyém? Az a stun, vagy micsoda, ugye ez marad, az tuti. Színe az marad kék. 1 plusz 1, ez meg 1 plusz 1 D6, akkor inkább ez. Sajnának mehet a másik. Ebben már nincsen semmi. Milyennyi van Bastilának? Meg tudnám változtatni a színét. Legyen zöld kardja Bastilának, mert én úgy döntöttem, mert miért ne. Oké, van-e még valami? Ezeket szerintem átnéztem is, nem? Fegyverek nem. Mili az felupgrade-elve. Armor felupgrade-elve most már igen. Elme cuccokra immunis leszek. Király, vagyis hát aki viseli. Oké, upgrade-ek megvannak. Van-e még valami? Hol van például Giovanni? Van ott. Úgy érzem, hogy is kell kérnem azért, ahogy viselkedtem veled. Hát tévedtem. Azt gondoltad, hogy a sötét oldalt felemésztett semmiség. Igazad van, kérj elnézést. Másik válasz, következő alkalommal ilyet próbálsz, akkor kinyírnak. Rendes vagyok. Sajnálom, hogy megtámadtalak. Sajnálom, azt gondoltam, hogy csak meg akarsz szólni. Remélhetőleg az, hogy segítelek, segít visszanyernem ugye a saját, úgymond Roméját, önmagát is, meg előttem is. Ne aggódj, megbocsátok. Másik, azt mondja, hogy ez elég sokba fog kerülni, hogy ez megtörténjen. Ha, nem valószínű. Én az első, megbocsátok. Köszönöm, megnyugtató tudni, hogy megbocsátottál nekem annak ellenére, hogy meg akartalak ölni. Megpróbáltam elvenni az életed, mégis fontos legyek. És reméltem, hogy a küldetésünk együtt idővel majd hát sikerrel jár. Megálltak a segítségedre, csak azon katonában beszélhetnénk. És miről szeretném beszélni? Hogy lettél Jedi? Hogy váltam Jedivé? Hát, biztos vagy benne, hogy nem talán túl érdekesnek. Biztos, hogy halni akarod? Igen, kérlek, folytasd. Most, hogy mondod, így második alkalommal nem is hangzik jó ötletnek, vagy harmadik. Igazad van, biztos unalmas. Kérlek, folytasd. Most ez évekre tekinthetünk vissza. Otthoni világában nem láttak túl sűrűn Jediket, főleg ott, ahol ő élt. Hol éltél? Hát a kb. Világ végén. Nagyon ritkán jártak arra Jedik, nem tudom, de hallottak róluk, és végül is mindenki hallott róluk lényegében, mint az igazság bajnokai és védelmezői, köztársaság hősei. Egy gyermek ugye könnyen hát el volt káprasztott vettől az imidzstől, meg ettől a misztikumtól, ami körbenyújtott őket, és talán ő is egy gyerek volt. Találkoztál egy Jedivel? Igen, találkoztam. Amikor láttam a Jedit, vagy egy Jedit első alkalommal, teljesen megfelelt mindennek, amit elképzeltem róla. Milyen volt? Nem értem, hogy milyen volt. Milyen marad, ez nem tudom micsoda. Nem tudom, azt a mesék a vezetők, nem tudom milyenek voltak. Rögtön tudta, hogy ő is Jedi akar majd lenni, hogy Jedi szeretne lenni. És hogyha Jedi lenne, akkor ez tényleg valamit kezdhetne magával, stb. És hogy gyermeki álom volt, de ugye ő gyerek végül is elérte a célját. Ami tudta, elhagyta a világát, és keresésre indult a Jediknek. Megtalált őket, befogadták, érte az álmát évekig, mielőtt
talán nem volt még készen, vagy nem volt alkalmas a feladatra, másképp nem bukott volna el, de nekem hála ugye megmenekült. Talán még láthatja, hogy az álom valóra válik, de még sok mindent kell tennünk, úgyhogy ne vesztegessük a beszéddel az időt, hiszen tettekre van szükség. Mondd-e még valamit? Gondolkodtam azon, beszélhetnénk. Erről szeretném beszélni. Minden okés? Köszönöm, hogy aggódsz. Egy kicsit még leszketek kb. Miért? Mi a baj? Magamról gondolkodtam, Quatránról. Arról, hogy elbuktam a sötét oldal fele. Szóval akkor ott, hogy a haragja milyen messzire vezette őt, és majdnem végzett vele kb. És hogy a magába tekint, még mindig érzi és látja. Talán csak időre van szükséged. Az idő biztosan segít. Segít eltávolodni a haragomtól, mögött az érzésektől. Talán ezért küldt veled a tanács, ezért nem bele, hogy velem jöjjön. Talán a társaságomban majd képes lesz megszabadulni ezektől az érzésektől. Azt mondja, nem engedtem meg, hogy mindig rád figyeljek. Ha úgy látom, hogy gond van, közbeavatkozom, majd visszacsúsznál, közbeavatkozom. Vagy nagyszerű, még egy fejet kell tetnem. Ha úgy látom, közbeavatkozom. Köszönöm az a figyelmet, az aggódást, az elfogadást, stb. És hát majd igyekszik bizonyítani, hogy érdemes a figyelmre, meg mindenre. Miről beszélnénk most semmiről? Jó, akkor róla ennyit. A droidokkal meg bukikkal nem dumálok, mert úgyse jó társaság egyik se. Ugye kb. Soha nem mondanak semmit, röviden tömören. Nézzük az egyest. Okay. Mondd el valamit még, Bastila. Beszélni akartál velem? Igen. A missziókról akartam beszélni, meg ami előttünk van. Végzett fel az erő, de úgy tűnik, hogy Dar a sötét urat fele ellen kell vezet minket, ugye? Fel kell készüljünk a találkozó malákkal, ez nehéz lehet számomra. Ő is emlékszik, milyen nehéz volt szembenézni Revannal. Amikor azt szembe találtam illetve Revannal, igen. Valóban megvetett Revant? Másik, ó, nagyszerű. Sosem unom meg azt hallgatni, hogy ölted meg Revant. Tényleg megölted Darth Revant? Az már csak igaz, hogy a Battle Meditation képességének hála, a Jedikkel tartott, akik lecsaptak a hajójára, és landoltak, de nem ölték meg Revant. Én nem ezt hallottam, az első, második, de hát erről vagy híres, hogy megölted. Harmadik, akkor kiölte meg. Na, akkor kiölte meg. Missziónk az ott, hogy elkapjuk, ha lehetséges. Manak volt, aki a mesterrel fordult, és az ő kb. Nem tudom micsodája volt az ötlete, hogy megölj a mesterét is és a Jediket is, akik ugye rátámadtak Manakra. De szerencsére meg tudtak menekülni még épp időben, miért felrobbant a hajó. Tehát a Manak megtette, vagy elvégezte valamit, ha helyetetek vagy. Mire számítottatok egy Sith-től? De úgyis megöltetek már Revan, nem? Mikor a Manak megtette a melót, elvégezte. Ahogy mondtam, mi el akartuk kapni Revant élve. Jedik nem hisznek abban, hogy megöljék ugye a rabjaikat. Senki nem érdemli azt, hogy kivégezzék. Emlékezzek, hogy Revan és Manak egyszer nagy Jedik voltak, külsők minden tekintetben, és ők pedig ugye, hát egy ilyen példát jelentenek. Sajnálom, de nem kéne erről beszélnünk. Még túl fájdalmas az emlék, hogy találkozott Revannal, majd máskor, meg majd később, meg stb. Oké. Okay. Máskor, mondjuk most. Szeretnék többet tudni volt Bastila. Na jó, akkor nem ez a téma. Igen, megértem a kíváncsiságodat a kaposnak. Köszönöm, ami köztünk van. Nagyon jó, kicsit mesélek magamról. Hogy csatlakoztál Jedikhez? Erős volt benne az erő, fiatalon. Mutatott a Padawan van. Úgyhogy átadták a Jedi rendnek, hogy tanítsák. Elhagyta a családját a Tarlavinon, mint ahogy lett a Padawan. Még mindig ott a családja, ahogy hallotta, de azóta nem sokat kommunikált velük, ahogy ez ugye hát javasolt is, vagy ellenje volt maga az, hogy kommunikáljon. De hát miért? Az első kérdés. Második, tehát a Jedik elválasztják a gyereket a családjuktól. Legyen az. Erős érzelmek jelentették a kapcsolatot a családjával, amit el kell kerülnie, gyűlölet, harag.
És a legrosszabb, ha akár szeretet vagy szerelem is ugye vezethet ilyen problémához, nem tudom mi ez. Nem, nincs engedélyezve, hogy szeres, ugye az első, második, hát ez baromságnak hangzik, sosem mennék bele. A harmadik, nem jelzik egyáltalán a családot. Legyen az, nem jelzik a családot. Mindenki, aki csatlakozott a rendhez, megtanulta ezt az életet elfogadni, amit választott, igen. És így meg kellett tanulnia elengedni ezt a kötődést a családjához. Ez nehéz lehetett, az első válasz. A másik nem hangzott túlságosan, mint akik meggyőztek. Még csak az első nehéz lehetett. Ez nehéz lecke lehet. Nem volt neki feltétlenül viszonylag lehetem, de az apja nagyon hiányzott neki az első időszakban, nagyon sokáig. Közel álltatok egymáshoz, nagyon közel. Csak Isten volt kellett a családját, de mindig tisztán emlékszik rá. Egy kedves, rendes ember volt, bár az anyja az kicsit más. Sose jöttek ki jól, kislányok, amikor eltűnt, ugye meglépett el, meg stb. De már elég idős volt ahhoz, hogy lássa, hogy mi van. Az anyja az, hát elvertek el az apja vagyonát, meg rákényszerítette arra, hogy ilyen kincsvadász legyen, vagy nem tudom, azért utálta. És hát kb. Az anyja megkönnyebbült, temetett tudomásul, hogy megpattan otthonról idézőjelben Jedikhez, az apjának megszakadt a szíve. Sosem próbáltál kapcsolatba lépni az édesapáddal, az első, második, kösz, nem vagyok kíváncsi a családod történetére. Hát legyen az első, nem vagyok szemét. Gyerekként túl fiatal volt, hogy megértse ezt az áldozatot, amit hozni kellett. Aztán, hogy idősebb lett, megértette, hogy miért van ez a szabály, megértette a bölcsességet mögötte. A Jedi számára ugye azt kell tenni, ami szükséges, és a személyes érzéseit, meg hasonlókat félre kell tennie, és ilyen témában, mint az erős érzések, mint a szeretet is, hogy elhomályosíthatja és összezavarhatja a Jedit. Az első nagyon szomorúnak hangzol, amikor ezt mondod. A második azt mondod, hogy többé nem érzel szeretetet, szerelmet. Ez a harmadik, nem egészen értem, hogyha a Jedi szeretne, vagy ezt nem tudom micsoda, akkor nem lehet olyan rossz. Én még a Jedi sem tudja mindig irányítani az érzelmeit, úgyhogy védenünk kell magunkat el, ahogy csak tudjuk, bármi áron. De nem akarok erről beszélni, inkább folytassuk a missziónkat. Jó. Nem teszem még valamit. Nem. Csak beugrott, hogy azt Dragon Age-ben pont a Sten is szóról ugyanezt mondja, bár nem egy nagy egyedi szöveg, de vicces, hogy ő is ugyanis zárja a beszéltést sokszor. Ez csak így beugrott. Kárt. Na, szerintem mentek egyet. Ki tudja, itt megint mi lesz. Annak egy lelki fröccsöt, hogy valami összekaparni a padlóba a szegény Kártot. Na most éppen mi fog kibukni? Igen, mi az? Mostanában egy csendes volt, ugye tudod? Csendes voltam? Azt hiszem, igen. Talán csak nem szeretem, hogyha kihagynak a dolgokból. Na tessék. Már kezdődik. Kihagynak a dolgokból? Nem értem. Az első, második. Nem én vagyok az, aki kihagyott a dolgokból a Kárt. Ez kb. Rákrem tanácsra, jó fej vagyok. Harmadik, szegény kisgyerek. Azt szeretném, hogy beavatnánk a részletekbe. Hát ez talán azért kicsit erős lenne, úgyhogy maradjunk az elsőnél. Úgy csinálom, mint a hülye lennék, nem értem. Itt sincs olyan válasz, amit én mondanék, de hát mindegy, töltetésük a hülyét. Kijöttek a dolgokból, tudod, amikor nem mondanak el semmit sem, egész végig, ezt kezd idegesíteni. Tudni akarom, mit mondta a Jedi tanács. Oda hívtak, nem mondtak el semmit. Tudni akarom, mi történt, és hogy miért nem tartottak itt további kiképzésre. Ez elég fura, nem? Első válasz, miért nem kérdezed meg Bastilát? Második, miért tűnik neked minden gyanúsnak, amit a Jedik csinálnak? Harmadik, ez nem a te dolgod, őszintén szólva. Negyedik, azt gondolták, hogy fontosabb, hogy segítsem a csillagtérképek keresését, mint hogy maradjak. Azzal legalább elárultam, hogy te ezt válaszolod, hogy legyen ez.
You were a great help on Karras, but why would they keep you? Miért akarnak itt tartani? Vagy maguknál tartani, ugye? Nem kéne inkább tanítaniuk? Azt hiszem, miért tartanának együtt minket végül, és nem tudom, azt most pontosan értette, mindegy. Azt mondták, hogy egy kapcsolat van köztünk, Buster és köztem. És hát eddig is jól haladtam, vagy nem ott a dolgod. Kapocs van köztünk. Kapocs? Miféle kapocs? Úgy gondolod, hogy valamiféle van kötötsz Bastilához? Hát ezt kétlem, örösen kétlem. És itt vagyok frissen ez padabának, itt arra küldenek, hogy az ilyen sztárom fogad szeges, és stb. Mint meggyőzve. Nem mintha engem próbálna ezzel, nem tudom így megkérdezni, vagy nem tudom. Hogy valamiféle módon ugye felelek a tanácsért, vagy nem tudom, de segíts már, megértenem. Valami oknak kell lennie. Első azt mondod, hogy nincs rám szükség. Most nem értem akkor, hogy hogyan, de mindegy. Másik, itt vagyok, és nem fog megváltozni, nyugodj bele. Aztán a harmadik, elegem van ebből a kironásból, miért nem tűnsz inkább be te. Utolsó pedig Bastianak, és nekem van az a kötelékünk, és együtt kell ezt végigcsinálnunk. Ennyit tudok mondani. Nincs rám szükség? Nem, én nem erre gondoltam, hogy nem nincs rá szükség. Vagy menni akarok, csak... Jó, kinyögöm végre. Nem akarok addig tétlenül várni, míg ismét elárulnak. Na, megint csak itt vagyunk. Én nem foglak elárulni, és nem szavul vagyok. Az első válasz, második. És akkor mit fogsz ezzel csinálni? Mit fogsz ezzel tenni? Harmadik, marha elegem van abban, hogy ezt hallgassam, úgyhogy pofa be is tűnés. Én az első, nem foglak elárulni, és nem szavul vagyok. Nos, kb. Majd meglátjuk, nem tudom. Nem így gondoltam, nem így értettem. Szavahoz el akarna jutni, vagy nem, mégsem nem tudom, mindegy, felejtsük el. Jó. Nyomj a rakéskárt. Sorban szöveget mond, csak más nem. Jó. Na, miután ezzel is megvoltunk, akkor nézzük, hogy hová mehetnénk. Dantooine, ez. Igen, itt vagyunk a Dantooine-on most. Van a Manán ugye, a szálkatok világa, ilyen óceáni világ. Szálkatok ugye ez a halszerű valamik, és az ő nyelvüket beszélte, azt hiszem a droid, aki őrizte a romokat, tehát ez mondjuk egy ilyen érdekes kapcsolat. Akkor itt van a Tatooine, ahol Missionnek a bátyját kéne levadászni majd, egy ilyen kis sidequest elejéig, meg hát egyébként is Tatooine, tehát nyilván mindenki szeretné látni. Koriban a Sith-ek bolygója, csúnya rossz bolygó, Kashyyyk ugye a Wookiee-nek a szülőhelye, és ugye ez a őshonos faj. És van a Yavin, illetve a Yavin körül egy űrállomás igazából. Ha jól értem, hogy Yavin körül kering. Jó. Legyen mondjuk az űrállomás, mert miért ne. Videó, amit nem fogtok látni sajnos szerintem. Dantooine éppen felemelkedik az űrhajónk a hangárból. Szép lassan, komolyan elindul ki fel a légkörből. Jó kis madárai utána. Most már az űrben vagyok. Szépen lassan távolodik az űrhajó a bolygótól, és tartom az semmibe. Most pedig még mindig repülök az űrben. Mutatja az űrhajómat belülről, éppen átlítom a fénysebességet, van egy villanás, és súgy, már el is tűnt az űrhajó. Reméljük nem egy napba fogok kikötni, vagy belezuhanni, de elvileg nem. És ezt már látjátok, elvileg a Sith-hajón a tisztek jelentgettek egymásnak, vagy nem tudom, mi volt ez. Darth Malak.
Lássuk, mi újság. Lord Malak, the Star Forge is operating at 200%. Lord Malak, a Star Forge 200%-on üzemel, az elvárásunkon túl. Jobban érdekel Bastila és a Battlementation képessége. Megtudtátok, hogy menekült el a Tarisról? Carthonassi segítette őt, háborús hős a közösségnek, egy legendás katona. Mandalori háborúk során többször is kitüntették bátorsága miatt. Ismered őt? Igen, Lord Malak, alattam szolgált, amikor meg a közösségnál voltam. Érdekes. És hogy tudtad meg, hogy így menekült ugye ezt az információt? Egy szemtanú által. Hoppá, hoppá. Kalo Nord, ugye a fejvadász, ott volt, amikor ugye elmenekült, Karth és Bastila, és azt hitték, hogy meghalt. Jet is egy háborús hős. Csoda, hogy túlélte a találkozást. Nehéz engem kinyírni Lord Malak, így lazán. Kalo beleegyezett, hogy segít elkapni a fiatal Bastilát, persze egy borsos áron, de biztosítottam arra, hogy megéri az árát. A társai nem érdekelnek, Kalo, de a Jedi elve kell bárni nála. Bocsáss meg, Lord Malak, de van még valami. Talán egy privát meghallgatás kellene még. Remélem, nem veszeged az időmet admirális. Ígérem, hogy érdekes lesz, amit Kalo mond majd Bastila egyéb társairól, Lord Malak. Egyéb társai, gondolom, az én vagyok, mert egy Carson már volt szó. Hát mondjuk aztán lehet Mistő és a többiek végül is, igen, de... Na, mit tud még elkotyogni Kalo? Közben itt megint videó, repülünk a Yavin mellett, meg lett az űrállomás, és már mindjárt be is dokkolunk. Most pedig látszik a hangár. Szépen berepül az űrhajó. Kinyílnak a kis talpak, kijön mindenféle gőz, meg akármi. Landolunk, és jön is ki a leszálló kis lépcső. Bár elvileg még a hangár az így a nyílt űrben nyílt, úgyhogy megfagytunk valószínűleg, és megfulladtunk, és mindent egyszerre, de... De úgy tűnik, hogy túléltük, mert itt vagyunk. Vagy csak volt valami pajzsa dokkolásnál, ki tudja. Na mindegy. Azt tudom mondani valamit. Szeretnél velem beszélni? Igen, figyeltelek téged. Közelről miféle... Mind mentél át zármester a tréningje óta. Érdekes. Az első, szerintem mindketten tudjuk az igazi okot, amiért figyeltél. Második, a haladásomról, vagy a progresszről. A harmadik, micsoda? Engem osztály-osztály itt kb. Ilyen az első. Mindkéten tudjuk, miért figyeltél. Sosem adott fel, ugye? Elismerem, hogy érdeklődöm irántad. De ez nem az, amire te gondolsz. És hatalmas ajándékod van. Jól tud irányítani az erőt. És hogy kb. Félelmet tölte arra gondol, hogy hogy tudnám ezt rosszul használni, vagy nem tudom pontosan. Nem fogom rossz dolgokra használni ezt az erőt, Bastila. Elsőhez nem is tudom, micsoda, még jut rámből. Jó, az megint valamilyen... Na mindegy, hagyjuk inkább, nem mondok olyat, igen. Mert nagyon sok kísérletesnek ellenálltam, hogy a fény útját jártam, tiszteletre méltó, de nem tudom micsoda. Látom keresetét volt is, teljes egészében, mert harcolunk, és csak egy egyedi mesterbölcsessége tudja ezt leírni, de megteszi, amit tud, hogy megértsem. Mit próbálsz elmondani az első, második? Ugye nem fogjuk ezt megint átmenni, ugye? Ugye? Én az első, mit próbálsz elmondani. A dark side is not simply giving in to anger, temptation, or to use the force to destructive ends. These things only lead to the dark side. The dark side grows stronger, and more insidious the closer you draw to it. It becomes harder and harder to resist. And once you stop resisting, it's too late. It's too late. Nem tudok ellenállni, akkor túl késő, ez kb. Kicsavar, vagy nem tudom magamból, meg valamiféle átformál engem ugye azzá, ami ellen egész életemben ellenkeztem, hogy váljak, meg ilyesmik. Úgy tűnik, hogy jól ismered ezt a kísértést, az első válasz. Második, honnan tudod, hogy ez olyan borzalmas? Harmadik, hagyd már ezt a dramatizálást, megértettem.
Én az első, úgyhogy hogy jól ismer ezt a csábítást. Én sem állok neki jobban, mint bárki más. Megvan az előnye a tréningből. És hogy csak arra kell nézni, mit tettek, hogy azok, akik nem tudtak ellenállni, milliók halála és még több szenvedés. Mifele szemlélet az ugye, aki... nem szerintem, hogy you have to look into that. És hogy ugye mivé kell, hogy váljon valaki, hogy ilyeneket tegyen, hajtson végre boldogan. Első, sosem tudom elképzelni, hogy én ilyesmiket teszek. Második azt mondta, hogy a jó oldal az ártatlan. Tehát nem bűnös a gyilkolásban, hát vagy nem tudom, milyen fogalma megfogalmazva, vagy nem tudom. Én az első megpróbálom meggyőzni, hát én nem látom azt, hogy én bármi ilyet tudnék tenni. Igen, hogy ezért kb. Nem tudom, milyen a sötét oldal beszél, és nem tudom, nem vagy elég óvatos. Nem is látom, hogy egyre közelebb és közelebb kerülök hozzá, amikor már túl késő lesz. Nagyon könnyű azt gondolni, hogy mi sosem lennénk ugye a célpontja ennek. Szitek azok erősek, mert nagyon sok másik Jedit is meggyőztek. Mi lehet nagyobb fegyver, mint hogy az ellenfelet ugye a saját ügyet az állítod. Meg kell magat erősítenünk, stb. Be a szemben, bla bla. Sőt, talán kell harcolnunk a végsőkig, vagy micsoda? Meg kell tennünk bármit, mi akkor, hogy a harc nem tudom milyen lesz, hogy reménytelen, vagy nem tudom. Első, megtenni bármit, ami szükséges, mint például. Második, kell még erről beszélgetni? Nem az első mondja. Nem tudja. Látomás elég ködös, meg bla bla, de érez valamit az árnyakban. Szavak önmagában nem elegek, hogy megmentsenek valakit. Folytassuk a dolgunkat, bla bla, oké. Okay. Mondasz-e még valamit, Bastia? Nem. Jó. Hát mondd-e valamit. Nem, még a helyről sem tud semmit. Szuper, idézőjelben. Na mindegy, nézzünk ki akkor az űrállomásra. Hoppá, jön Zálbár. Csakkoltam a készleteket a raktérben, és valami nem stimmel. Jössz, hogy valami nem stimmel. Mire gondolsz? Első válasz. Második? Nincs időm most ezen aggódni. Én az első. Hát valaki rájárt a biztonsági tartalék készletekre? Kajára. Mission is, hogy megkezdtek mindenki, de senki nem tud semmit. Ha jó. Talán, ha legközelebb arra járok, akkor jobban, hogy megvizsgálnám én magam is. Oké. Okay. Ugye emlékeztek, volt egy questem a hajóval kapcsolatban, hogy itt van valami gyanús. És elvileg ez az. Aha. Furcsa, de úgy tűnik, hogy nemrég megbolygatták itt a tartaléktárlót. Senki sem tett ezt a csapatból, úgy néz ki. Úgyhogy valami más magyarázatnak kell lennie. Vizsgáljuk meg közelebbről. Nincsenek ott ilyen félén megrágott darabok, meg egyéb cuccok, amik arra utalnának, hogy valami rákcsaló volt, vagy ilyesmi. Inkább úgy tűnik, hogy valami ismeretlen személy járt rá a készletekre, ha jól értem. Bárki is a tolvaj, eddig elkerült a figyelmét mindegyik társamnak, meg ugye nekem is. Talán, hogy átkutatnám a hajót, akkor kiderül neki a potya utas, vagy valami ilyesmi. Jó, hát nézzük meg a gépházba mondjuk. Valami halk lépteket halok magam mögött, de nem kaptam a szöveget, de gondolom, hogy mire oda nézek, nincs ott semmi, hogy valami hasonló. Nagyon jó. Aha, amikor megállok, hogy figyeljek a hangra, akkor pont elhallgat. Na, kicsit a véletlen. Igen, igen. Hallok valami viszont lépteket a raktér irányából. Tök jó, hogy pont onnan jöttem, és a bolondját járatják velem. Igazán nagyon jó, köszi. Igen, raktérből, hopp. Kipuna! Hoppa, na ez kicsoda. Hé, mit csinálsz itt? Kislány?
kerültél ide? Hogy honnan jöttél? Hogy honnan kerültél ide, igen. Utolsó onnan, tűnjön bárki is vagy, most azonnal. Mit csinálsz itt? Nem értem, mit mondasz. Nyugi, nem bántalak. Még tűnj el a hajomról. Nyugi, nem bántalak. Azt hiszem nem értem. Na. El tudom mondani a nevedet? Furán néz rám, és ez a valódva. Magam mutatok, my name is Vemelszar, jó. Nevem Vemelszar, és te? Magára mutat, Vaba, Susa, Sasa vagy micsoda? Aha, Sasa? Ez a neved, ugye? Bólint. Hogy kerültél a hajóra, Sasa? Nem igazán érti. Jul Arka neve ismerősen hangzik? Vagy esetleg Rundil Or, mondom, az egy Rassulen. Nem igazán érti. Honnan vagy? Tarisról? Nem érti. Próbáljuk az ő nyelvét megtanulni, megérteni. Mandalori szavakat használsz. Mandalori, Mandalori, Oké, Mandaloriak rosszak, értem. Az első. Mandalori, ez a szavatok a Mandaloriakra? Tehát akkor ismered őket. Ismeritek őket. Oké, Mandaloriak rosszak, értem. Értem a Mandaloriait, de a te szavait kicsit össze vannak keverve. Nem érti a hölgy. Oké, próbáljuk meg megint az ő nyelvét. Azt mondja, Brisztág, mi ez? Bal köré mutat, Brisztág, Brisztág, nem tudom micsoda. Ez valamiféle dolog, itt körülöttünk. Kezével integált, meg ilyen fura hangot csinál, Brisztág. Nem, nem értem, mire akarsz kiukadni. Lászfá, azt mondja, minden biztonság, minden rendben? Service panelekre mutat, megmondja a szövegét. Ott alszol? Lászfa, azt jelenti, hogy alsz aludni? Viszont zavarodva. Nem, nem értem. Brisztág, mi az? Makrél mutat. Ez egy dolog valahol itt? Nem, nem értem. Magára mutat. Látlak téged? Te látsz engem? Elrejtőzik a kezem mögé. Rejtőzöl? Bizonytalan tűnik. Nem értettem az egészet, de biztos. Mondj valami mást. Biztos, mi az? Valamit körülöttünk? Nem, nem értem. Lesz fel, most csak végkattingatom. Itt alszol? Ez alvást jelent? Össze is zavarodva? Nem, nem értem. Jaj, de jó. Brisztály űrhőt jelent, ugye? Igen. Lesz fel, biztonság. Panel? Ezt jelenti a lesz fel? Nem, nem értem. Jaj, de jó. Te asszol, nem, nem értem, nem, nem értem. Aha, panel minden, ez otthonod, ez lesz faszint, hogy otthon. Mosolyog, oké. A hajó rejtőz le, ez otthonod, értem. Ezt megmondtad ezelőtt is, mi ez a gond hiszen? Nevet is rám mutat. Valamivel kapcsolatos? Mosolyog, és nem tudom, mit csinál a mellkasán. Azt mondja, gontiszem, vagy nem, nem, nem erről van szó. Ezt már mondtad. Ez a gontiszem. Mondtad már, mi van vele? Megint szórakozik valamit, nem? Nem értem. Mondj valami mást. Ez a gontiszem. Valami rólam? De mi az? Ez valami, amit kedvelsz, gontiszem kedvelni. Oké. Okay. Kedvelsz engem, értem. Na, Abc, you said. Azt mondja, na, Abc, ezt mondtad, amikor először
megtalálta. Megcsapja a lábát. Azt jelenti, hogy nem tudom megütni, elkapni. Az... Megint megcsinálni? Nem értem, mire gondolsz. Ezt mondtam, hogy megtaláltalak. Igen, ez elég rossz. Ne csináld. Azt jelenti, hogy fáj, vagy nem bánt. Nem bántani. Értem, nem? Én nem fogok bántani. Jó, ez már miféle szó. Vissza az orvodba, már felmutogat. Vissza a hajónak? Vagy valamit akarsz máshonnan? Nem csinálta rágna valamit. Rágni, harapni? Nem értem. Vissza a hajónak, és szoba? Megint ezt játszol, nem értem. Nugis. Kipona. Padló? Kipona. Szerintem padló? Bonanak. Bármi lehet, nem értem. Tong. Meg van mást. Mucsus. Azt mondja, jó, azt jelenti, hogy étel, nem? Szilima van. Mosolyog, akkor van, igen. Kip. Padlót jelent, megint csak bármi lehet, nem tudom. Tong. Hogy ugyan arra kattingatnom kétszer, nem szóval hirtelen megérteni, érdekes. Azt mondod, hogy le, nem értem. Aha, eltakarja a száját. Nem a mostot mondod, hanem mostot, vagy az előttit? Kaját akarsz, ilyes vagy. Tabed. Jó, azt mire gondolsz? Szájára mutat? Nem értem, meg kell gondolnom. Akarsz mondani egy történetet, vagy beszélnem kéne? Miről? Rám mutat. Tabel azt jelenti, hogy mesélj róla? Oké. Okay. Akarsz tudni róla valamit? Izgatottan tapsikol. Jó. Akkor beszélek hozzá az ő nyelvén. Lesz valaki, aki biztonságban tud téged vinni. Igen, hazamehetsz. Oké. Okay. Hétet össze a hajón. Ezzel térkeztél, miért voltál, miért? Megléptél a Mandalorian-tól, és itt rejtőztél el. Nem akarsz menni, ez otthonod. Ez nem az otthonod, legalábbis nem az első. Mesélj akkor ebbe otthonodról. Dantooine. Dantooine. Talán valaki ott emlékszik rád. Hát igen, az a questbe említett emberke. Ez tök jó. Kérdezzük a Dantooine-nak kis hölgyet. Akkor. Ja, de... Aha. Mindig most már ki akartam szállni, elcsesztem. Nézzük az úrállomást. Dantooine menne, felejtsen majd el. Gyerünk, ez az, gyerünk. Na, ki az? Mit akarsz? Ismerem a hajódat, Daviké, nem? Hát ő Daviké volt. De ki vagy te? Olyan új fiú. Első, igen, új vagyok. Nagyon új. Második, nem tudom, miről beszélsz. Harmadik, én erővel meggyőzés. Nyisd ki az ajtót. Barát vagyok. Utolsó, nyisd ki az ajtót, vagy... kb. Utat vágok magamnak. Ez elő meggyőzés. Igen, kinyitom neked az ajtót, barátom. Meg is van. Jó, nézzek ki, mint amire számított. Túl emberi vagyok. Nem sokat látni a fajtámból mostanában. Háborult a főleg, mi az ott visszazott erre. Hát nem akarok túl konkrétumot mondani, úgyhogy... Már próbálom legyőzni Darth Malakot. Azt mondja, soha nem hallott róla. Ez valami új Sith Lord lehet? Ami a köztességot szivatja? Nem igazán vannak mostanában a hírei, azt mondja.
Hát igen, kicsit el van szigetelve. Első válasz egy sötét úr sziteknél. Vagy elég jó el, náspángolta a köztársaságot, vagy miért nem tudsz a dolgokról? Miért nem tudsz a dolgokról? Hát egy kicsit, ugye, kint van Galaxis szélén, nem igazán kapcsolatos senkivel. 5 éve nem hagyta le ezt a rendszert, és 5 éve magát az űrállomást sem. Nem olyan rossz itt élni, meg van minden, ami szüksége van. Ellátják a csempészek, a trandosanok kajával, étellel, meg egyéb dolgokkal, felszereléssel. Itt élsz egyedül? Hát persze, látsz itt valaki mást is? Ezért nem mindig egyedül. Trandosanok maga a csempészek ugye időnként adódnak pár cuccot, meg stb. Miért jöttél ide? Szakunnal harcoltak, aztán amikor Yavin 4 felszínek semmisült, nem volt többé szüksége erre a bázisra, és akkor elmentek, akkor ő bekövetkezett és elkezdte használni a helyet. Egész jól sikerült, megoldani mindent, közel Yavin 4-hez. Senki se jel erre, csak ezek a csempészek, vagy ők a trandosanok. Úgyhogy egyedül hagyják többnyire, hogy szeretné is. Közben trandosanok. Zsoldosok, felvadászok, söpredék nagyjából. Vannak mind a két lábú járó, vagy két lábú gyíkok. El se vesz, szóval, mint a Rodianok. Azt hiszem, ő is Rodian, hogy ez ilyen beszólás igazából. Azt hiszem, milyen képet vagy. Miért vagy itt? Azt hiszem, mit akarnak veled, vagy mit akarnak tőled? Majd például más kérdeznék, mit akarnak tőled? Ennyi el azután találtak rá, hogy itt véletett a háború. Nem igazán szoktak egyezkedni az ilyen emberekkel, mint ő egyedül egyenlőtt a bázison, de sikerült megegyezni. Ő is adnak egy cuccokat, azok vannak kaját, csalaga, stb. Egészen működik évek óta. Bár az a Davik nincs a képben, hát nem egészen tudom, kicsit ők is kezdnek talán. Hát ezen az együttműködésen találgatni, mert nem tudom. Van adni való, azt most átugrom, nem olcsó, igen, Muti. Aha, 6-os páncél, 5-ös ügyesség boost enged. Önmagad egy ügyességet, egy erőt, és még upgrade-eltő is, marha jó csak drága. Szintén nagyon jó ilyes lapokodás upgrade-eltő csak drága. Ügyesség, kitérés. Igen. Humanitás. Egyből itt nem költök, mert kevés a pénzem. Majd talán egyszer. Van két panel, de elvileg nem tudok egyébként sem bemenni. Na. Mit mond a másikra? Ugyanazt. Na jó, hát meglátjuk, hogy itt lehet-e még valamit, vagy nem. Ami bizonyos, hogy... Na, nem tudom, melyik volt ez. Ami bizonyos, hogy Dantonira vissza kell, hogy még nézzek, kislánynak a sorsát elintézzel, és utána valószínűleg a Tatooine-ra fogok menni, hogy Missionnek is kedvezek a személyes sztoriában, meg egyébként is érdekel. Úgyhogy innen folytatjuk legközelebb, tartsatok velem, addig is sziasztok!